Köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Pécsi Kör. Mai műsorunkban láthatják Boda Miklós fotóit, belekukkantunk a Kistehén Melankolikusok koncertjébe, majd a Gyógyír Északi Szére című előadásba, és még az Utóélet című film forgatásába is. Végül pedig a programajánlóval búcsúzunk, tartsanak velünk! A Minerva könyvtárban az Életút elágazások rendezvénysorozat részeként most Boda Miklóssal, a Csorba Győző megyei könyvtár címzetes igazgatójával, illetve az ő fotóin keresztül az ő Itáliájával ismerkedhetünk meg. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente con l'autoradio sempre nella mano destra un canarino sopra la finestra. Boda Miklós Itália iránti vonzódása egészen munkája kezdetére tehető. Egyetemi könyvtárba kezdtem a munkámat, a klímagyűjteménybe, és ugye ezeknek a csodálatos muzeális anyagnak a nagy részét Klíma püspök Olaszországban szerezte be. Elkezdtem kutatni, hogy melyik a bejegyzések alapján, hogy melyik kötetnek, mi az életrajza, honnan származik, és akkor hát ebből kiindulva aztán az mindig kiterjedt az a vonzódás, mert akkor ismeretek kellettek hozzá, olvastam egy nevet mondjuk olasz nevet, akkor meg kell nézni, hogy ki az, akkor még nem volt internet, sokkal nehezebb volt, később azért élesebbre fordult a dolog. Egyszer megpályáztam egy ösztöndíjat a Perugia Egyetemen. Bajom is volt belőle, mert csak egy kiadványukból kivettem egy felhívást, és én beadtam az ösztöndíjkére majd közvetlenül. Hát ez furcsa volt, gyanús volt, hogy én csak úgy oda pályázok, de aztán a dékánunk nagyban volt, és gyorsan elengedett fizetés nélkül szabadságra. Így ott aztán a nyelvbe is belekóstoltam egyre jobban, és aztán később már a könyvtárosság mellett hát állandó munkatársa voltam az Irodalomtudományi Akadémiai Irodalomtudomány Intézetének. Annak az igazgatója volt Lencsei akadémikus. Itt nemrég volt a halálának 20 éves évfordulója. Én nekem is elő kellett tanni Rómába róla, kellett idézőjelbe. És ő akkor kapacitált, hogy pályázzak meg hosszabb római ösztöndíjat, és akkor 1984-ben és 1989-ben egy-egy fél évvel töltettem ki a Kint a Római Magyar Akadémián. A fotózás szeretete viszont már a gyerekkorban kezdődött. Még gyerekkoromban falusi postamester, nagyon házatos felesége volt, és mindig a sötét kamarában menekült előle. Később engemet is magával vitt és megtanított előhívni. Olyannyira, hogy mikor érettség után megbetegedtem és lecsúsztam az egyetemi felvételiről elsőre. Behívtak 2 éves katonai szolgálatra, még ott is fotóztam. Volt úgy, hogy ez gyanús volt a politikai tisztnek. Azt mondja, hogy legközelebbi filmet szeretném látni, hogy hívja elő katona. Bejött hozzá, sötét kamrába hívtam elő, tálba. Azt mondja, látni akarom, felgyűjtött a villany. Úgyhogy, de ott is fotóztam, és akkor egyetemista koromban ott megtaláltam a társakat, Gazvard János kiváló médiaművész, avval együtt fotózgattunk, filmeztünk. És akkor lekerültem Pécsre, akkor egy darabig azért ez a dolog hallgatott. Később megnéztem a Tilla Járműnek egy diaverítését Olaszországról, aztán újra élesztette ezt az érdeklődést. Meg elmélyítette, és akkor hát beléptem a Mecsegi Fotóklubba, kiváló fotósok voltak, és azóta is hát ezen klubon belül tevékenykedek. Képei kapcsán nem úti beszámolókról van szó. Hol egy kőnek a rajzulata érdekelt, hol egy geológiai érdekesség. Ez különösen a Szardínia szigetén, hogy a legrégibb földrész, ahogy értem, hogy földnek egy olyan darabja Európából legkorábban megkezdődött a
a kőzetnek a természetes kopása, az erúziója is ilyen csodálatos formákat alakított ki. Ez például, hogy elefant, a nép elnevezte őket, a másikat püspöknek. Tehát a természet különösen érdekel, de hát azért a műemlékek is azért lázba hoztak időnként. Nem arra törekedtem, hogy most lefényképeztem Olaszországba mindent. Elképzelem azt, hogy Szent István fényképezik, és előttem még százezeren ugyanezt lefényképezték, hát ez mondjuk nem valami lelkesítő tényező, tehát a pillanat számít, például azon a Velence mellett készült képen is, ahol ugye olyan fény volt, ez tulajdonképpen a cipőm óra előtt volt ez a téma, ott hevert, és mit fényképeztem, mert az is a képnek a címe, hogy fényfestés. Olaszországban minden évben szervez egy puszni csoportot, akikkel már bejárták az ország minden zegzugát. Az elmúlt években minden 20 tartományt végigjártuk, elvittem a csoportot, így most hamarosan megint utazunk, hát meg kellett nézni a térképet, hogy hol van még olyan hely, ahol nem voltunk, és hát elég nehéz ilyen találni, és van, aki már társaságunkban, tehát nem vagyunk egy utazási rond, hanem barátok közössége, melyik időnként hólabdeszőre nő, van, aki hát sajnos meghalt, akkor új barátok csatlakoznak a csoporthoz. Tehát ez így megy körülbelül 30 éve. Lasciatemi cantare con la chitarra. A Kistehén melankolikusok koncertjén jártunk az E78-ban, és Kollár Klemenc Lászlóval beszélgettünk, az együttes frontemberével. De tudja, hogy van új vége és felesége, házas magánya, egy fiam és egy lány. Tényleg nem ugyanazokat a dalokat játszok, egyszerűen csak csendesebben és halkabban, meg más hangszerekkel, mint amit egyébként a programban, hanem ez egy külön, ez egy teljesen más dalokból álló est, amiben több kortárs költőnek a verse van megzenésítve, és az alapját azt egy 2008-ban megjelent Kistehén melankolikus album adja, és azóta gyakorlatilag csináljuk ezeket a melankolikus esteket. Hát megszületett 2008-ban egy olyan lemez, ami szinte csak ilyen dalokat tartalmazott, és nehezen tudtuk, tehát azt a lemezt nem lehetett játszani koncerten, mint egy koncertanyag, mert annyira melankolikus és annyira erre épül, hogy ezért kitaláltuk azt, hogy lesz külön olyan, hogy este, amikor kifejezetten olyan helyszíneken játszunk, színházakban, olyan terekben, ami erre alkalmas, és ezt az egészet úgy külön szervezzük így a Kistehén, mondjuk így egy normál vagy ilyen alap állapotához képest, egy kicsit ez egy ilyen kilépés. Ilyen kisebb turnét csinálunk, sikerült így Miskolcra is elvinni ezt is, illetve ide hozzátok is eljutni, ahova két vendéget hoztunk, a másik János az egyik, és és a Lantos Iván, akik hát ilyen élő klasszikusok számomra. A Jánosnak van egy olyan nagyon erősen ide passzoló világa, ilyen melankolikus világa, ami nekünk nagyon összecseng ezekkel az estekkel, ebben a melankolikus este, és nagyon könnyen megtaláltuk így a közös nevezőt, tulajdonképpen szinte egyszerre kerestük meg egymást, hogy jó lenne valamit csinálni együtt. Nincs maradásunk, nem nyom szememre, pecsétet állunk.
Lantos Ivánról meg azt lehet kell tudni, hogy a Kolinda együttes volt a 70-es évek népzenei undergroundja, ami itt egy nagyon híres zenekar volt, illetve az Orfeo nevű zenekar. Hát ők akkor gyakorlatilag a népzenén keresztül volt jelentett, azt hiszem, hogy talán a népzene, meg ez a néptánc mozgalom, meg csomó minden jelentett valami olyasmit a 70-es években, mint aztán a 80-as években az underground. A hegyek között egy fekete túlban a víz alatt él a mély búrban, szárazzon nem már meg a lábán, ha elengeded, rád öl a gyepen. Ó, mély búrban, a mély búrban, a mély búrban. Aztán ők el is mentek Magyarországról, és az Iván kint élt Franciaországban. Hát nagy sikere lett a zenekarnak, a Kolindának, és az Iván 6 éve tért vissza, és ő volt ennek a oszlopos tagja ennek a zenekarnak, illetve a zeneszerzője, és vele pedig gyakorlatilag mind a mellett, hogy a Kolindát nagyon szerettem, egy tanyán, Bugacon találkoztam, és közben kiderült, hogy a Lantos Iván évfolyamtársa volt a Zeneművészeti Egyetemen a másik Jánosnak, és ők ismerték egymást. Szóval, hogy ilyen, ez egy ilyen, úgy néz ki, hogy ez egy, senki nem ismer senki, de közben meg ez egy nagy család. Sikörgász és neszmentesre, aztán lemerül a mély, ahol csend van és sötét, és egyszer majd meglátod, hogy nem nyitóba bontja ki. A világ köldöke, köldöke, köldöke. Néhány költő is részt szokott venni ezeken az esteken. Nem mindenhol, sajnos nem mindenhova tudjuk őket lehozni. Nem szeretném annyira ilyen kortárs költők feldolgozási estjéként apostrofálni ezt az egész estet. Inkább fontosabb a tematika, hogy ez egy ilyen melankolikus est, egy ilyen sokkal bensőségesebb, személyesebb hangvétellel megmutatjuk a melankólia szépségét. És minden, ami ehhez ezt erősíti, meg amit ebbe bele lehet tenni, és zene nyelvén szólal meg, elsősorban az beletesszük. Én nagyon szeretem, és nagyon szeretem azt, hogy egyrészt nem fulladok ki a koncert végére teljesen, egy ilyen őrült, felfokozott állapotban, amiben igazán az embernek sokkal nehezebb a kontrollja, hogy mi is az, ami az elmúlt másfél órában történt, hanem így is én is sokkal inkább részese vagyok minden egyes pillanatnak. Sokkal finomabbak a rezdősek, tényleg ha valaki kicsit megmozdul a széken, már lehet hallani, és ezek a finomságok, ezek nagyon-nagyon ott tudnak, fel tudják erősíteni a érzelmileg is az esteket. Most pedig következzen egy kis színház. Az Óbudai Társaskör és az Orlai Produkciós Iroda közös előadását, a Gyógyír északi szére című darabot láthattuk az E78-ban, Fullajtár Andrea és Őze Áron tolmácsolásában. Le akarom mondani az előfizetésemet. E-mailben lehet? Rövid válaszokat várunk. Üdvözlettel, Emmy Rother. Egy e-mailen keresztüli kapcsolat. Egy elírt betűvel kezdődik az egész, ami mindnyájunkkal előfordulhat, és akkor ebből bonyolódik aztán. Találkozás nincs, nem árulom el, hogy a végén lesz-e vagy nem, de valóban érdekes része ez a jelenkori életünknek, hogy nagyon sokan négy fal közül élik a magánéletüket úgy, hogy a net segítségével
bármit képesek, és bármit csinálhatnak magukból, anélkül, hogy bármi nemű következménye, vagy pedig, hogy mondjam, önmagunk vállalása benne lenne a történetben. Hát elsősorban arról, hogy hazudunk-e magunknak a kapcsolatunkban, vagy nem. És ha igen, akkor mi az a pont, ami, vagy mi az a történés, ami ráébreszt minket arra, hogy ez így nem megy tovább. A darabot már másfél éve nagy sikerrel játsszák mindenütt az országban. Én ahogy látom, az, hogy bár internetes ismerkedésről van szó, ami mondjuk a mostani 50-es korosztályt talán kevésbé szokítja meg, mint a 20-as, 30-asokat, de mégis az alapfeltevés az, hogy egy ember házasságban él, és aztán egyszer csak valahogy elkezd indokolatlanul vonzódni valakihez, akit nem ismer. Ez tulajdonképpen ez univerzális probléma, tehát mindenkinek volt olyan kapcsolata élete során, ami szétmenéssel végződött, vagy azzal végződött, hogy rájött, hogy ebből ki kell szállni. Én azt gondolom, rengeteg házasság van, amit inkább a gyerek vagy a megszerzett anyagi javak tartanak össze, nem pedig a valódi őszinte érzelem. Úgyhogy ez ismerősen cseng mindenkinek, és közben meg az egész a humoránál fogva, meg a, hogy mondjam, az önironikus humoránál fogva, én szerintem nagyon, nagyon élvezetessé teszi minden korosztálynak, szerintem ebben van a sikere leginkább. És engedje meg, hogy megköszönjem roppant szívies és eredeti mélyét, nyilván rajtam kívül több tucat embernek elküldte, hát jobb, ha tőlem tudja meg. Gyűlölöm a karácsonyi tucat méleket, mivel hogy én sem vagyok tucat ember. Üdvözlettel, Leo Lajke! Őze Áron amellett játssza ezt az előadást, hogy a Pesti Magyar Színház igazgatója. Nagy örömmel játszom. Azért is, mert nagyon szeretek színpadon lenni. Én azért úgy szoktam fogalmazni, hogy nekem a színház igazgatás most a munkám, ami nem tart örökké, a deszkán levés, a színpadon levés, pedig a hivatásom. Óriási különbséget érzek a kettő között. Az előadás Daniel Glattauer osztrák író művéből készült. A nehézségei az volt, hogy egy írott műfajt kellett élővé tennünk, és ebben valóban Göttinger Palinak nagyon pontos rendezői munkája van, hogy vajon valóban e-mailezést és a klaviatúrát hogy lehet élővé tenni. De viszont pont ettől volt nagyon izgalmas is. Ugyanakkor pedig két élettérben játszunk ezt a darabot, ami több kilométer van egymástól, és csak akusztikus kapcsolat van köztünk, vizuális nincs. Tulajdonképpen olyan, mintha külön-külön játszanánk el egy darabot, vagy egy-egy monodrámát, csak egy színpadon, de közben meg technikailag ugyanúgy együtt játszunk, mint hogyha egymásra is nézhetnénk, csak éppen van ez a nehézség, hogy úgy kell csinálni, mintha nem látnánk a másikat. Már szinte mondhatom, hogy ha a próbák folyamán néha összepillantottunk, akkor zavarba jöttünk egymástól, tehát megfordult már egy idő után a történet, és végül is mindenki egyedül van, és egyedül is érzi jól magát, de hát nagyon együtt játszunk ezt az Andreával, és egy nagyon nagy, hogy mondjam, labdadobálás, egy igazi játék folyik a színpadon oda-vissza. És ez a játék pedig remélhetőleg néhány nézőnek tényleg gyógyír volt északi szélre. Akár múlt hét péntek híradónkból is értesülhettek, hogy Pécsett filmforgatás folyik. A Dél-Dunántúli filmalap jóvoltából az Ifjúsági Házban és a város környékén forgatják az Utóélet című film egy részét. Most következő anyagunkból bepillantást kaphatnak a film forgatásába. És tessék! Ennek hallatára Heródes király megijadt, és minden gyermeket megöletett Betlehemben és környékén. Az Utóélet egy családról szól, illetve elsősorban a fiúról, akinek különböző szorongásos problémái vannak. És van egy apja, aki meg éppen azt várná tőle, hogy erős legyen, bátor legyen, legyen benne versenyszellem, járjon az élen, és ebből van egy konfliktusuk, ami az apa életében nem oldódik meg.
és miután az apa meghal, visszatér kísértetként, és végül is ez a kísértet az, aki belekényszeríti abba a fiút, hogy adja fel a korábbi passzív hozzáállását, és aktivizálódjon. Tehát végül is egy ilyen fejlődéstörténet, vagy ilyen coming of age story, hogyha ilyen műfaji meghatározást kell adni. És benne van az egész család, és valahogy ez a kísértettel kapcsolatos dolgok, ezek minden családtagra valamilyen módon hatnak. Tehát van ez a főszál, és van egy csomó ilyen kisebb mellékszál. Zomborác Virág eredetileg forgatókönyvíróként végzett 2009-ben, és ezen a filmen már 5 éve dolgozik. Hogy hogyan lett rendezője is egyben az Európai Tehetség díjjal kitüntetett alkotásnak, arra is választ kaptunk. Én forgatókönyvíró osztályba jártam, de az osztályfőnökünk Schulze Éva úgy gondolta, hogy akkor tudunk jó forgatókönyveket írni, hogyha mi is kipróbáljuk a rendezést, pont azért, mert bizonyos rendezési szempontokkal akkor tudsz leginkább tisztában lenni, hogyha valamennyire a bőrödön tapasztaltad. És akkor így csináltunk 2006-ban, és aztán 2007-ben is később mindenki egy-egy kis játékfilmet. És akkor csináltam 2006-ban a Macska szerepe a francia irodalomban, ami ilyen, hát ilyen nagyon sok pozitív visszajelzést kapott. Én ezt a forgatókönyvet így a diploma idején kb. Így el is adtam volna, hogyha valaki megveszi, vagy bármilyen rendezői érdeklődés mutatkozik iránta, de nem volt ilyen, hanem a producer Pusztai Ferenc jött oda hozzám a diploma így csután, hogy őt érdekelni ez a forgatókönyv, úgyhogy ha én rendezem, mert ő beleve úgy válogat alkotókat, hogy forgatókönyvírókat és rendezőket egy személyben, és ő engem alkalmasnak talált arra, hogy megcsináljam ezt, de ez persze tökre örültem annak, hogy valaki így gondolkozik velem kapcsolatban, de az, hogy ez végülis mekkora stressz, amit tudom én, az kb. Most arra derült ki. Tehát amikor így nem tudom, 5 éven vagy nem 4 éven keresztül csak így szó van arról, hogy majd ez valamikor lesz, úgy még könnyű. Tehát ilyen képzeletbeli rendezőnek lenni, hogy majd egyszer meg kell csinálni. És hát nem mondom azt, hogy egyáltalán nem nyomasztó, vagy ilyesmi, mert ez nem igaz. Szóval, hát igen, így nagyon stresszes. A főszerepet Kristóf Márton játsza. Marci nem színész. Fotózást és programozást tanult. Egy művészeti gyűjteményben dolgozik, és mellette zenél. A jelleme az, ami nagyon hasonló a filmbeli fiújéhoz. Ő is szorong a világtól, ezért választotta őt Zomborác Virág a filmjéhez. A Virág úgy talált meg, hogy elkísértem a kedvesemet a déli pályaudvarra, és bemutatott a Virágnak. És a Virág pedig egy perc néma csenddel jelezte, hogy valami nem oké. Én legalábbis én akkor ezt gondoltam. És egy pár nappal később tudtam meg, hogy erről van szó. És akkor fájdalmas hasgörcseim lettek, puszta gondolatától ennek az egész ötletnek. Aztán, nem tudom, egyet aludtam rá, és akkor arra jutottam, hogy ez egy tök jó feladat lenne, amit el lehet végezni, amit szintén a filmben folyton előkerül, hogy feladatokat kell elvégezni. És akkor nagyjából ez a rövid története. A film operatőre a Balázs Béla díjas Pohárnok Gergely. Ő jegyzi többek közt a Huklit és a Taxidermiát is. Ebben a filmben is a fő kihívás az, hogy van egy nagyon jó forgatókönyv, és azt úgy visszaadni, hogy az hiteles legyen, és stílus azonos legyen, ami nehéz, szóval, hogy ne legyen túl vizualizálva, vagy ne legyen egy ilyen más módon megfogalmazva, mint ami magából a történetből, meg ahogy az le van nyilvánból adódna, úgyhogy ez a legnagyobb kihívás, és aztán utána a praktikus dolgok is nagyon nagy kihívások. Ja, ez egy gyakorlati része, hogy felkelni 5-kor, 12 óra alatt megcsinálni egy, mint a mai nap, 100 statisztával egy felgyulladt dísztettel, 10 éves gyerekekkel, akik rohangálnak. Szóval mindig van a gyakorlati része, ami így át kell küzdened magad rajta, úgyhogy igen, az is egy kihívás. Ennek a nehéz munkának mi is tanulni lehettünk.
Az alatt az egy óra alatt, míg mi ott voltunk az ifjúsági házban, ugyanazt a 10 másodpercet vették fel különböző kameraállásokból, és nem volt egyszerű egy átállás, és a sok statiszta koordinálása sem. Tanúi voltunk, hogy ehhez a szakmához bizony türelem kell. A végeredményt pedig majd csak a jövő év elején nézhetjük meg a mozikban. Most pedig következzen a programajánlónk. Kezdjük a kiállításokkal. 28-án este 6-kor a Horváth Színház galériáján adják át a kiállított festészeti pályamunkák között a 2013-as Tolvay Ernő díjat. Elsőjén este 6-kor nyílik a Pécsi Galéria Széchenyi téri kiállító terében a magyar elektrografikai gyűjtemény látványos tárlata. Ugyanezen a napon este 8-tól a szobában pedig Steiner Lídia illusztrációit, grafikáit láthatjuk majd a falakon. A nappaliban 28-án az Új Akropolisz szervezésében 12 lépés a bölcsesség felé címmel lesz beszélgetés a filozófiáról, mint életmódról. Másnap pedig a kávéházi esték 7. részében V. Majerszky Róbert 3 képét láthatjuk Nagy Pécs világvárosról, a múlt század elejéről. Érdemes lesz elmennünk a Csinosban 3-án délután 2-kor, hogy megismerjük a zengő-pengő cserekört, aminek tagjai cserekereskedelmet folytatnak egymással. A Művészetek Házában a jövő hét elején minden este megismerkedhetünk egy könyvvel. 4-én Ivasivka Mátyás, Mezitláb vállalom, gyalog nem, című vicc és anekdota gyűjteményét, majd 5-én Dr. Varga Csaba kötetét, a Csak múlásunk törvény, Varga Csaba jogfilozófussal beszélget Mezei Károly című könyvet, végül pedig 6-án és egy tudományos téma kerül a terítékre. Rózner Krisztina, a Színházi jelenlét és a csend dramatikus teátrális játékai című könyve lesz a téma. Duma Színház is lesz a hétvégén. 3-án este 7:30-tól Kőhalmi Zoltán és Belicai Balázs fog majd minket szórakoztatni az E78-ban. Lássuk, milyen zenei élményekben lehet még részünk. A Zsolnaiban, az Ártérben elsőjén Magyar Táncház lesz, majd 2-án este a Tropical Hit mutatja be új lemezét. Az Estkaféban elsőjén ismét megrendezik a Pécsi Blues Fesztivált át. 3 zenekar fog fellépni. Itt lesz Ausztriából a Ripo Kraszkolnyikov és Sir Oliver Melli, valamint a hazai blues élet egyik jeles képviselője, a Pribojszky Mátyás Band. Másnap pedig már az 5 éves szülinnapi Nem Jutci koncertre mehetünk, ezen az estén a vendég Járai Márk lesz. A Kodályban indul útjára a 30Y új szentimentáli turnéja. A produkcióban 15 zenész játszik majd, hogy megmutassák a komoly zene és a könnyű zene együvé tartozását. Most pedig következzen a színházak kínálata. A Nemzetiben a nagyszínpadon 28-án, illetve 4-én, 5-én és 6-án a Padlás lesz műsoron, elsőjén Black Comedy, 2-án pedig a Doktor Úr. A Kamarán 3-án és 5-én a Jó Pálinkát, 6-án pedig a Sivatag Hercegét nézhetjük meg. Szintén 6-án, de délelőtt az Enszabó Sándor teremben lesz kétarcú boszorkány. A Bóbitában 28-án, 2-án, 4-én és 5-én is megnézhetjük az Árgyélus Királyfit, valamint a szombat délelőtti Csecsemő Színházban a Tipegő Topogó lesz műsorom. Végül pedig nézzük, milyen filmek kerülnek a mozikba. Láthatjuk majd az a bizonyos első év című angol romantikus vígjátékot, valamint a Parker című filmet, melyben Jason Statham ezúttal Tolvajt játszik, de természetesen abból is a legprofibbat. Továbbá a Vászon láthatjuk majd Gus Van Sant új filmjét, az Ígéret földjét, Matt Damonnal a főszerepben. Az Apollóban újdonságként a Tabu című portugál filmet fogják vetíteni. Ennyi fér bele mai műsorunkba, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, addig is szép napokat!